Vezúvot látogattunk meg. Ide jöttünk fel a Vezúv tetejére. Egyszerűen lenyűgöző a látvány. Sajnos július 11-én volt egy óriási tűz itt, egy hatalmas tűz ebbe a régióba, és ezért sok hely van égve. Legutoljára 1944-ben tört ki a Vezúv. Hogy ide feljöjjünk, először kocsiba fel kell jönni ide egy parkolóhelyig, ott 5 eurót fizet, majd utána vannak ezek a shuttlebuszok, amivel fel tudsz jönni, majd le is tudsz menni. Ez oda-vissza fejenként 2 euró, majd még jegyet kell venni, ami 10 euró fejenként felnőtteknek. De mindenképp megéri, nem minden nap lát az ember azért egy vulkánt, egy alvó vulkánt. Kicsit Nápolyra is meséljek nektek. Nápoly első benyomása egy, hát számomra legalábbis, egy eléggé koszos város volt, és hát számomra először érhetetlen, amilyen káosz van itt, és ahogy élnek itt az olaszok, egészen különleges, egészen más, mint ahogy mi megszoktuk, ugye? Itt az olaszok tényleg, hogyha leállnak egymással beszélgetni, akkor ez a nagy gesztikulációval, ízesen, kiabálva, valamint a közlekedésről, hagyd mondjuk pár szót, hát az egy teljes káosz, ugye tudjuk nagyon jó, hogy az olaszok eléggé szabálytalanul káoszban közlekednek, na hát ez itt számomra még sokszorozódott. A nápolyikat nem érdekli, hogy most az
a lámpa zöld, vagy piros, vagy milyen felfestés van az utakon. Egyáltalán semmi, mennek össze-vissza, dudálnak, ami igazából nem veszélyjelez, ez csak azt jelzi, hogy ők jönnek. Kb. Olyan érzésem van itt, mint amikor a Fülöp-szigeteken voltunk, ugyanúgy vezetnek, sőt, sokszor még nagyobb káosz van itt. Ennek köszönhetően ők a Fülöp-szigetekhez képest például, hát ők egyáltalán nem vigyáznak az autókra, konkrétan egy autót se lehet úgy látni, hogy nincsen egy kac rajta, nincs semmi. Van olyan, amikor szikszalaggal van összeeszkábálva az egész autó. Úgyhogy igen, káosz, káosz, káosz. De attól függetlenül így, hogy egy picit jobban sikerült megszokni a várost, és itt kicsit körbenézni, egy eléggé megszerethető városnak mondható Nápoly, persze aki ezt szereti, aki az olasz mentalitást, és ezeket így szereti, annak kifejezetten. Amit nem szabad kihagyni, pizza margaritát rendelni, mivel az itt a legjobb, innen származik, ez a pizza margarita, és ezt csinálják a legjobban elvileg, úgyhogy mi most ki is fogjuk próbálni. És hogy mit ne hagyjatok még ki, a kávébárokat. Mindenképp ígyatok egy eszpresszót, egy cappuccinót, és mindenképp rendeljetek mellé péksüteményt is, valami süteményt, mivel elképesztően jók és kihagyhatatlan. Gyella, e megint. Na? Perfetto. Perfetto.